Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, és nagy örömömre szolgál, hogy ezen az egyébként munkanapon ilyen sokan összejöttek. Hát valószínűleg a téma is mindenki számára érdekes lehet és érdekfeszítő. Azt hiszem, nekünk asztrológusoknak az elsődleges dolgunk, hogy a jelenségekre, a jelekre, a szimbólumokra odafigyeljünk. És én azt hiszem, hogy pusztán maga az a tény, hogy milyen napra tűzünk ki, akár egy előadás például, mondjuk a mai napi előadás, és hogy az milyen körülmények között van megrendezve, amit mindannyian tanultuk az iskolában a tartalom és forma egységének az összefüggéseit. Hát azt hiszem, hogy a tartalom az majd este fog kiderülni, amikor mindenki feláll a székéből, hogy mennyire sikerült pontosan az előadásokat a kitűzött cél érdekében megtartani. A forma minden esetre azért érdekes. A budai várban ülünk, beszélgetünk, hátunk mögött, vagy pontosabban az ablak háta mögött egy csodálatosan szép karácsonyfa a Szent Háromság térről, és esik a hó. Azt hiszem, ez önmagában is érdekes, hogyha magát a fehérséget és a hónak a hangokat tompító analógiáját figyeljük, akkor mindenféleképpen egyfajta csendességet, egyfajta belső elgondolást, önmagunkba mélyedést, az elemzéshez megfelelő időpontot, illetve hátteret teremtve. És hogyha visszagondolunk a köztársaság horoszkópjára, ott két égitestet látunk az aszcendensen felkelni, az egyik a Szaturnusz, ami összefügg a hideggel, a másik a Neptunusz, ami inkább a csapadékkal, de különös tekintetben a köddel inkább. Nos, nekem különösen fontos ez az egész kérdés, ami itt van, mindannyiunknak persze természetesen, de nekem három égitest állt a nyilocsban akkor, amikor megszülettem, a Nap, a Hold és a Merkur. Tehát én ezzel az országgal mondhatni eléggé azonosítom magam. És ami még érdekesebb, hogy amikor megszülettem, 1952-ben a Szaturnusz és a Neptun együtt álltak. Tehát 1989-ben a köztársaság kikiáltásakor a születésemtől a Szaturnusz és a Neptun megtettek egy teljes kört, Szaturnusz utolérte megint a Neptunot, és ismét együtt álltak. És milyen érdekes, hogy ekkor kikiáltják Magyarországon a köztársaságot. Ráadásul ez a két égitest rajta áll az aszcendensen. Nem odébb, nem idébb, pontosan rajta áll. És ez önmagában véve is rendkívül elgondolkodtató, már csak azért is, mert szeretném egy picit abból a szempontból személyesre venni ezt a mai előadást, hogy szeretném megosztani egy-két tapasztalatomat az életemből, mivel hogy Szaturnusz nem túl konjunkciónk van. Hát, ha esetleg a köztársaság szempontjából még ezt fel lehet használni. Természetesen hozzá kell tennem, sokunknak van még ilyen együttállása, hiszen 1952-ben a Ratkó nemzedék viszonylag nagy létszámban látta meg a napvilágot, és mindegyik eldicsekedhet ugyanezzel az állással. Sőt, mivel ez a két égitest ott nem sietett nagyon szétválni, még az 1953-asoknál is jelen van ez az állás, eléggé erőteljesen. Hát ez pedig jelen pillanatban az országot nagyrészt fenntartó népesség, és ugye attól reszket már előre mindenki, hogy mi van akkor, ha ez a társaság korunknál fogva nem sokára ugyanis aktuálissá válik, már most húzzák kifele, hogy minél később sikerüljön, nevezetesen nyugdíjba megy. Hát akkor ki fogja nekik fizetni a nyugdíjat? Mert hogy az a nyugdíj, ami annak idején be lett fizetve, az először a Szovjetunió úgymond hegemóniája alatt a hadikiadásokra ment, a későbbiek során nem tudom pontosan mire ment, de egy biztos, a kassa az nagyjából üres. Most mielőtt hozzátenném, hogy nem akarok politizálni, gyorsan elmondom, de igenis akarok. Igenis akarok politizálni. Azért szeretnék politizálni, mert én szerintem itt az ideje, hogy végre tudomásul vegyük, hogy mit jelent az, hogy politizálni.
politizálás ugyanis nem elsősorban azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy emellé vagy amellé, e fölött töröm a pálcát, vagy a fölött töröm a pálcát. Nekünk, asztrológusoknak tudni kell, hogy a 9. ház az nem csak a hitet, a világnézetet, a meggyőződéseket, a vallást, a filozófiát és még sok minden mást, hanem a politikát is jelenti. Vagyis, hogyha összekötöm ezt a két analógiát, nevezetesen a hitemet, a meggyőződésemet, akkor ez azt jelenti, hogy ha én kimondom a saját hitemet és meggyőződésemet, akkor ha tetszik, ha nem, én akkor politizálok. Márpedig én most szeretném a saját meggyőződésemet elmondani. Sőt, van egy rossz feltételezésem. Netán azért ül itt mindenki, mert azt szeretné hallani. Valószínűleg nem egy másik ember meggyőződését szeretné hallani. Mert ha nem az én meggyőződésem, akkor felállt volna a társaság és elment volna. Arról nem beszélve, hogy ezelőtt Kovács Gábor meggyőződéseit hallhattuk. És remélem még ma üdvözölhetünk itt több igencsak neves előadót Dobosi Antés, Mirejsz László személyében. Ezek is meggyőződések, és hozzá kell tegyem, hogy a drága zenekar, a Szantál műhely, zenei műhely is a saját meggyőződését zenélte el nekünk. Teljes a teljesnek megmarad, énekelték magyarul. Hát akkor innentől kezdve gondolkozzunk már, hogy nincsenek meggyőződései? Hát dehogy nincsenek. Az egész életünk tele van meggyőződéssel. Sőt, tovább megyek. Egy csomó meggyőződést, jó pár meggyőződést az iskolában megtanítottak nekünk, és most számtalan meggyőződésünk abból fakad, hogy máshogy gondolt valami. Pontosan tudjuk, hogy honnan származik a magyarság? Meggyőződések, hogy finnugor, vagy nem finnugor, hogy török, vagy osztják, vagy mit tudom én, éppenséggel sumír, ezek mind hitek. Hiedelme, meggyőződés. Ha már úgy adta az Isten, hogy Ptolemaiosz 150-ben leírja, hogy a Kárpát-medence a Nyilas jelébe tartozik, akkor itt lenne az ideje, hogy végre komolyan vegyük ezt a jelet. Ez a jel pedig nem kevesebb és nem több, mint a hitnek, a meggyőződésnek a jele. Milyen lenne, ha végre komolyan vennénk a saját őseinktől kapott meggyőződéseket. Utalok itt például arra a meggyőződésre, hogy nekünk van egy Isten anyánk. És nem kevesebbet mondtunk jelzőként rá, mint azt, hogy boldog az. Méghozzá nagy boldog az. Tehát nekünk van egy boldog anyánk. Így is énekli a úgynevezett templomi ének, hogy boldog asszony anyám. Ráadásul a világ összes nációját meg lehet nézni, egyetlen olyan nemzet van, amelynek jó Istene van. Nekünk jó Istenünk van. Van sok Isten, sokféle elnevezés, jó Istene a magyaroknak van. Az első lépés úgy gondolom, hogy komolyan vegyük Aquinói Szent Tamás mondatát, hogy a bölcs uralkodik a csillagokon. Vagyis akármilyen horoszkópban élünk itt most jelen pillanatban, úrrá kellene lennünk ezeken az utalásokon. Ezek az utalások nagyon szomorúak. Ha asztrológiailag elkezdünk ebbe a képletbe belemenni, akkor nagyjából ugyanazt a depressziót magunkénak tudhatjuk, amit ma a Nagykörúton egy egyszerű hétköznapi magyar ember mutat, ahogy sétálott, és hát valójában rossz nézni. Lassan rossz nézni a honfitársaink arcát. De miért van ez így? Azért, mert a Szaturnusz az aszcendensen van? Hát egy figyfenét. A Szaturnusz nem azért került az aszcendensre, hogy utána nekünk úgymond idézőjelben betegyen, vagy alánk tegyen, ahogy ezt ma szokták mondani, hanem azért került az aszcendensre, mert jelzi, hogy 1989-ben milyen volt a közhangulat. Ez egy jelzés. Az idő minőségét kapjuk meg minden egyes horoszkópban. Vagyis, hogyha az a horoszkóp, amit mi jelenleg a köztársaság horoszkópjának ismerünk, egy Szaturnusz-Neptun konjunkcióval, de azért ott van ám az Uránusz is, ott serdeperdél mögöttük, ezek ott kelnek fel az aszcendensen, akkor ez azt mutatja, hogy éppen egy szovjet utódállamként Magyarországon állomásozó több százezer orosz katonával
és minden hadászati felvonulással ne tévedjünk, kérem szépen, az orosz katonák 1991-ben hagyták el az országot. 89-ben még mi egy csatlós állam voltunk. Ez azért is érdekes, mert többek között a Szaturnusz az asszendensen kifejezi a kedves szomszédunknak, a vízöntő Oroszországnak a születési uralkodóját, az Uránusszal egyetemben. Azt Mihail Gorbacsovnak köszönhetjük, hogy ez vér nélkül megtörtént. Mert amikor 56-ban próbáltunk elszakadni, akkor tudjuk, hogy mi lett a következő. Egy nagyon izgalmas kérdés, amivel még mindenképpen kell foglalkozni. Nagyon-nagyon sok égitest áll a 9. házban. A 9. házban áll a Merkur, a Mars és a Nap. Vagyis mundán értelemben a nyilas analógiája és a 9. jel analógiája és a 9. ház analógiája összekötetésbe kerül. Az első lépés ahhoz, hogy változtatni tudjunk a saját életünkön, hogy elkezdünk hinni önmagunkban. Ahhoz, hogy elkezdjünk hinni önmagunkban, rá kell döbbenni arra, amit ismételten a Szantál zenei műhely énekéből is megtudhatunk. Teljes a teljesnek megmarad, a teljesség, vagy magyarul az egészség, az bennünk van. Mindannyian részei vagyunk a mindenséget összekötő erőnek, energiának, fénynek, Istennek, nevezze mindenki annak, aminek akarja. Az első lépés az lenne, hogy hiszek önmagam. Egy ország jelenleg közel 10 millió, ha figyelembe veszük a trianoni határokat is, akkor közel 15 millió magyar emberről beszélünk. Az egész magyarság léte az ott fog eldőlni, hogy hagyjuk-e ezzel a mérleg Marsszal, hogy összedőljön minden, vagy ha már ez a 9. házban van ez a mérleg Marsz, és a békét azt mindenáron szeretnénk megtartani, hiszen a mérleg Marsz az nem a küzdelemről szól, hanem épp arról, hogy visszakozót fújok. Na de ez egy 9. házas Marsz, tehát akkor tudatosan válasszam azt a békét, ahogy a buddhisták is megfogalmazzák, az ahimsa békéjét, a nem ártás békéjét, na de közben a buddhisták hihetetlen öntudattal döbbennek rá arra, hogy a megvilágosodás lehetőségét önmagukban hordozzák. Milyen csodálatos lenne 15 millió megvilágosodott magyar. Na, persze tudom, ha Billybe lógna a kezem, ez egy szép álom, de azért tessék szíves arra gondolni, hogy valamikor el kéne kezdeni. És a kezdet az mindenkinek a saját életében, a saját életsorsában kezdődik. Mi együtt alkotjuk a magyarságot, most együtt a javasünnepet alkotjuk, de ahogy innen elmegyünk, olyanok vagyunk, mint kis gyertyácskák, amelyeknek a lángja tovább megy, mindegyikünknek van ismerőse, barátja, családi, rokoni kapcsolata, ezeket a gondolatokat, ezeket az érzéseket el lehet mondani. De ha a másik nem akarja meghallgatni, akkor figyelhetünk arra, hogy a saját életünk példájával, ahogy élünk, azzal is lehet tanítani. A nyilas a tanítás jele is, a tanító jele is. Tehát a kezdet az ott van, hogy először magamba szállok, és tisztázom a saját hitemet, a saját meggyőződésemet. Én a 90-es évek elején megismerkedtem egy módszerrel, az a neve, hogy neurolingvisztikai programozás, és ennek a tudását, tudásanyagát mesterfokon elsajátítottam. Az NLP úgy közelíti meg a hétköznapi embert, hogy két csoportra osztja. Célorientált, vagy problémaorientált ember. Nincs más variáció. Az emberiség tagjai vagy célorientáltak, vagy problémaorientáltak.
akik célorientáltak, tudják, hogy mit akarnak, hova akarnak menni, és hogyan fogják megoldani. A problémaorientáltak a problémáikra orientálódnak, és közben elfelejtik a célt, közben a problémákból elefántokat csinálnak, és a vége az, hogy megakadnak, és nem tudnak tovább lépni. Ez is egy nagyon-nagyon fontos döntés, hogy végre eldöntse mindenki saját magában, a saját életében, hogy célorientált akar lenni, vagy problémaorientált. Kérem szépen, ezt a horoszkópot megfoghatnánk úgy is, mármint a köztársaság horoszkópját, hogy a Szaturnusz ott kell fel az aszcendensen. Mi az, ha nem célorientált sem? Milyen lenne végre, ha a magyar ember kezébe venne a saját életét? Nem síránkozna tovább, nem a káosz gyakorolná Neptun képében, hanem a Neptunnak, bocsánatot kérek, egy magasabb spirituális értelme is van. Kapcsolatban van magával, a teljességgel. Hát akkor könyörgöm. Milyen lenne, ha felelősség teljesen, ebben a szóban már benne van a Szaturnusz-Neptun konjunkció, felelősség teljesen, tessék egy picit ízlelgetni. Tehát felelősséggel és teljességgel párosulva hinni önmagunkban, és végre felállni ez az úgynevezett gödörből, vagy szakadékból, vagy kinek milyen érzete van ezzel kapcsolatban, és rádöbbenni arra, ez nem az együgyűség és a hülyeség boldogsága, amiről most akarok beszélni, ez a saját döntésünk, hogy mostantól kezdve, akár mi történik velem, én boldog leszek. Ez egy döntés. Nem más tesz engem boldoggá, én teszem magamat boldoggá. Mindenre lehetek boldog. Mindenre. A napsütésre, a hóesésre, az olvadó hóra, a kibukkanó holdvilágra, az otthon virágzó karácsonyi kaktuszomra, arra, hogy volt mit ennem, volt mit innom, hogy kedves arcokat látok, hogy visszanéz az Isten minden egyes ember arcából, ott tükröződik mindenkiben, bennem, bennetek, mindannyiunkban. Mi okunk van a szomorúság? Hát élünk. És az élet egy óriási lehetőség arra, hogy tudatosítsuk önmagunkat. Hogy végre észrevegyük azt, hogy minden egyes embernek, beleértve téged, engem, egy óriási lehetősége van arra, hogy ebben az életében valami megváltozzon, valami történjen. Az asztrológiát tanult emberek tudják, hogy a négy kentra, a négy sarokpont meghatározó jelentőségű mindannyiunk életében. Az aszcendens minket, magunkat jelent. Az IC a származásunkat, hogy honnan jöttünk, az őseinket. A deszcendens azt a területet, amit külvilágnak nevezünk, illetve azt a területet, amit projiciálunk, azaz kivetítünk a külvilágnak. A tízes ház, ahogy drága szeretett Dubravszky László barátom mondta volt, a hajó orra, amerre megy a hajó, vagyis a cél. Célorientáltság. Tessék belegondolni, mondok egy örömhírt. Itt van egy fantasztikus örömhír. A tizedik házunkban, mármint nekünk, mindannyiunknak, a Magyar Köztársaság horoszkópjának a tizedik házában a Skorpió jelben áll egy Plutó. Ez a cél. Az átváltozás, a megváltozás, a gyökeres átalakulás. Mondhatni a Mohácsi rész óta. Az első komoly lehetőség arra, hogy megváltozzunk. Igenis, kaptunk egy lehetőséget. Egy óriási lehetőséget kaptunk. Te is, én is, mindannyian. Az egész magyarság. Gyökeres átalakulásra van kilátásunk. És tessék szíves egy picit figyelni, drága Kovács Gábor barátom elmondta, én most ezt nem akarom megismételni, mindenben 1000%-ig egyetértek vele, Takács Tiborral is, aki még délelőtt tartotta az előadását. Egy fantasztikus dolog az, hogy átmegy az asszennes a vízöntőbe és az MC a nyilasba, de ezt Gábor kifejtette. Én még egy dologgal megtoldanám. Fantasztikus dolog, hogy a 250 éves keringési idejű Plútó
amit a csillagászok most leminősítettek, de ez különösebben minket azért annyira nem izgat, áthalad az elkövetkezendő években tranzitként az aszcendensen. Jelenleg az Uránuszunkon járkál föl és alá, de már beköszönt az aszcendens orbiszába, és az elkövetkezendő években szépen végigmegy a balk első tizedén, ezáltal végigmegy az aszcendensen, a Szaturnuszon, a Neptunon. Minden lehetőséget megad arra az elkövetkezendő 3-4 évben, hogy teljes gyökeres transmutációt, azaz átváltozást hajtsunk végre. Egy Scorpio Plutó maga az alkímia megtestesítője, és az alkímiának a lényegében önmagunk átváltoztatása áll, állt is. Az arany átalakítás az rólunk, a saját napunkról szól. Hát ha egyszer itt áll a Plutó, akkor tessék arra gondolni, hogy itt van most éppen aktuálisan egy óriási lehetőség. Egy érdekes, izgalmas lehetőség, valószínűleg mindenki tudja már, az, hogy részt veszünk az Európai Unióba, megtörtént. Az, hogy jelenleg, január 1-től, az elkövetkezendő fél évben a magyarság adja az elnöki tisztjét az Európai Uniónak, ez ismét egy lehetőség. El lehet puskázni, de kapunk megint egy lehetőséget. Erre persze megint mondhatom én azt, hogy mi közöm nekem ehhez, majd ellátja az elnöki tisztet az Orbán Viktor, vagy a mit tudom én kicsoda, teljesen mindegy. Elnézést kérek. Orbán Viktor egy szimbólum. Jelenleg ő szimbolizál mindannyiunkat. A vezető a nap, a hold a nép, és a fények egymást tükrözik. Az éppen aktuális vezetője a mindenkori, nem Magyarország, bárhol, az egész világ bármelyik nemzetének, az éppen aktuális vezetője szimbolizálja a népnek az akkori fejlettségi fokát. És mindazt, ahogy az a nép akkor éppen prezentálja, megvalósítja önmagát. Jelenleg most Orbán Viktor képvisel minket. Egy-két évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc volt, egy pár évvel azelőtt Pont Gyula, és mindig volt éppen aktuálisan valaki, aki képviselt minket. Most erre mondhatjuk azt, hogy hát én ezt utáltam, én ezt kész, nem fogadom el. Elnézést, egy közösségben vagyunk, aki épp a vezetőnk, akár tetszik, akár nem, az fejezi ki azt, ami éppen történik. El kell már végre dönteni, hogy benne vagyunk ebben a történetben, vagy kívülről nézzük, és drukkolunk a magyarság. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Benne vagyok, részt veszek benne, alakítom azt, ami itt történik, vagy tőlem ez teljesen független. Mit járok itt állandóan körbe? A felelősség gondolatát. Ez a Szaturnusz. Ez a Szaturnusz a bakban az aszcendense. Lehet nagyon hideg, de éppen most esik a hó. A télnek ez a legszebb része. Kimegyünk és csöndesség van és szépség. Kérdés az, hogy a lelkünkben csöndesség van-e és szépség. És ez egy döntés kérdése. Ezt nem kívülről csinálja meg nekünk senki. Én a magam életterében magam vagyok a felelős. Mindenért. Hogy hogy gondolkodom, hogy élek, mit képviselek a környezetemben. Ebben senki más nem tud engem befolyásolni. Csak én saját magam. Természetesen ez az én most nem rólam személy szerint, hanem egy példaértékűleg használom az egyes szám első szemét. Kérem, óriási örömhír van előtt. A Plutó átmegy az aszcendensen. Megváltoztathatjuk a hajó irányát. Soha vissza nem térő lehetőség. Arra kérek mindenkit,
ne szóljuk el. Fogjunk össze végül. Zárszóként egy pár gondolatot még szeretnék mondani. Az sem véletlen, a jelenséghez hozzátartozik, hogy éppen december van. Pár nap múlva karácsony, az úgynevezett szeretet ünnepe. Okunk lenne arra, hogy végre ezen is elgondolkozzunk. A Jupiter képviseli az agapét, a feltétel nélküli szeretet. Milyen érdekes, hogy ebben a horoszkópban a Jupiter a descendensen áll. A descendensen, amit lehet nevezni társulásnak, házasságnak, de nevezhetjük a háborúk házának is. Ha a Jupitert a magyarok istenének tekintjük, már pedig az, hiszen nyilasok vagyunk, akkor az, ahogy a hetes házban van, lehetünk önmagunk ellenségei, és lehetünk önmagunk kiegészítései. Rajtunk áll megint a döntés. A magyar barátja a másik magyarnak, vagy az ellenség. Jupiter szimbolizálja az elfogadást. Elfogadni csak úgy tudunk bárkit, ha elfogadjuk saját magunkat. Ha saját magunknak is az ellenségei vagyunk. Nem olyan régen készült egy felmérés, hogy mennyire elégedettek a magyar asszonyok, az a magyar nők önmagukkal. 96%-uk elégedetlen. Férfiak 80%-a elégedetlen önmagában. Azért ez elég szomorú. Ha már így közeledünk a karácsonyhoz, akkor idéznék egy mondatot, és ezzel fejezném be a mai előadásomat. Mózes Teremtés könyvének az első fejezetében olvashatjuk, hogy szimbolikusan, hogy teremti az Isten a világot? A hatodik napon az Isten megteremtette az ember. És a Szentírásban a következő szöveg szerepel, úgy találta, hogy mindez jó. Tehát örült a teremtése művének. Elfogadta a teremtése művét. Elgondolkodtál már azon, hogy te a teremtés lénye, a teremtés célja, tárgya. Hogy jössz ahhoz, hogy a teremtőd megelégedett művét becsméreld? Hogy jössz ahhoz, hogy nem fogadod el saját magadat, miközben a teremtő boldog, ha a te arcodban néz? Köszönöm, ennyi volt az előadásom.